Sziasztok, Gábor vagyok. Ma van a Play itt, és most csinálok arról egy vlogot, hogy egyáltalán hogy jöttem meg az ilyet, az első ilyen vlogom, vagy bármim. Szóval nézzétek el nekem. 11:12 van, a Play 10-kor nyitott, de én viszont fél hétkor aludtam el, mert éjszakás voltam. Szóval egy picit úgy érzem magam, mint aki átment egy vonat. Most még gyorsan csinálok magamnak valami reggeli félét. A hangért bocsi előre is, a saját kamerámhoz nem tudok külön mikrofont rakni. És hát elég kaka a minősége, szóval reggeli zuhanyzás. Veszek magamnak gyorsan valami kaját, még a hétvégére, mert ugye szombaton és holnap minden zárva. Aztán elugrok, mert megjött egy csomagom, ami egy következő videóhoz lesz majd. Jó, ezt betízelem, mert muszáj. Rendeltem két Silent, vagy három Silent Wings kettest a gépembe, mert ugye, mint mondtam már a gépes videóban is, hogy egy picit kaka a minősége, és legalábbis hangos az benti. És remélem ez meg fogja oldani, mert egyrészt nagyon jó kis ventilátor elméletben, másrészt pedig gumiborítás, de hagyjuk. Majd bejelentkezett még később. Megnézem ezt a Play dolgot, nem tudom, jegyem nincs, semmi nincs, szóval ezt most csak kigondoltam, hogy elmegyek én oda, és aztán lesz majd ott valami, találkozok egy kollégámmal, ketten fogjuk, hogyha viszont remeg a kép, vagy nem lesz jó fejegyensúly, bocsi srácok. Első vlogom, nem nagyon tervezek többet, de a kamerám múlott. Na, 12 óra 6 perc körül van. Most indulok ki a buszhoz. 10 körül megy. Összekaptam magam. Reggeli meg volt. Meg volt a bevásárlás is. Az a szerencsém, hogy között a busz megálló. Így nem fogok annyit késni meg mi. A csomagot nem vettem át. Mert azért inkább azt átüteneztem hétfőről, ugyanis akkor fogom felvenni a videót, és fehér egyensúly, please. Na jó, ezt itt most leállítom, mert kiégett az arcom, de következő már a Play-re lesz. Na, megérkeztem a Play-re. Nem tudom ebből mennyi fog hallatszódni, mert itt a zaj az azért elég nagy, de elsőre itt mögöttem van lenne. Azért ez elég durva. Na, nem nagyon tudtam itt bejelentkezni, mert egyrészt a lifthez álltam sorba. Nem tudom ebből most mennyi hallatszik, meg mennyi zoomból most semmi. Szóval a lifthez álltam sorba. Túl vagyok az egyetem első VR élményén, hitt a srácok, ez ami eszméletlen. Bár az első pillanatban azt éreztem, hogy én most lehányom a bokámat, nem érdekel. Plusz valamiért a DK2 nekem picit még nagyon pixeles volt, nagyon látni az apró különböző pixeleket, és nem is volt éles, tartanom kellett fél kézzel, és azt nem éreztem úgy, hogy ez most annyira emberbarát és minden, de hú. Azelőtt pedig, hát gyorsan körbejárta magát a Play-t, tehát nem hiszem, hogy tudok bármit is mondani, vagy bármit is vlogolni, mert hangzavar van itt. És az első benyomások magáról a rendezőnél az, hogy én picit túl sokat vártam, legalábbis hardware fronton. Két darab épített PC van, és semmiről nincs ott építő, vagy hogy mit tartalmaz. Egyszer próbáltam utána kérdezni, hogy na hát abban a PC-ben nagyon jól néz ki, mi van. Azt el tudtam mondani, hogy van benne 980-as, de hogy az egy Skylake proci, Hesper proci, az alaplap X990, Z170, semmit. Nagyon jól nézett ki mindkettő. Még egy-két videókártya volt kiállítva az Asus-tól, és hát kb. Így ennyi volt az egész. Plusz még alaplapokat, Z170-es alaplapokat lehetett ott mindenféle formatában megtekinteni. Aztán így kb. Ennyi. De most szerintem a következő, amit ki fogok próbálni, az a Wii U, és egy kis Mario Kartot tolok, mert igazából hardveres dolgokért jöttem ide, és hát azt szerintem azt így ki is merítettem, hogy milyen hardverek is mik vannak itt. Mostantól átmegyek az élményre, vagy esetleg valamilyen előadások meghallgatására és hasonlókra. Picit el kell formálnom azt, hogy mit gondolok a Play-ről így, mint dologról, de nem tudom,
tudom, eddig ilyen felemás érzéseim vannak, de szerintem annyira nem az. Viszont a drift az hiába volt, ahogy mondtam, felemás élmény, de attól ezt mindenkinek ki kell próbálnia. Egy olyan demóval játszottam, ahol így fejeddel kellett irányítani, és ilyen kis karikákon kellett átmenni. Ne nézzetek le hirtelen, mert na, az okozta nekem, hogy mondtam, hogy majdnem leállítom a bokámat. Egyébként meg a napom programját még nem tudom. Van egy Microsoft-tal, nagyon sok tablettel, meg mintha láttam volna, hogy a főszínpadon, hogy a Microsoft támogatja ezt az egészet, meg a Lumia 950-es, és hogy meg tudod találni Lumia 950-est, hú, akkor azt úgy megnyomkodom, mint eddig meg nem volt nyomkodva soha. Itt vagyok a YouTuber színpadnál, és most megakadt a szemem egy-két retro játékon. Szeretnék most a Mortal elé bekerülni valahogy. Nagyon, szerintem ez kb. Az első játékok között van, amivel játszottam. Azután meg majd jön a VR-nak egy ilyen kis kérdezfeledekes, előadásos, mit tudom én micsodája itt a színpadon, de ezeket a retro dolgokat látni, úgyhogy most minden a mai modern Mortal X-re, meg Fallout 4-re, meg mindenről szól, ez egy akkora flash. Szerintem ez egy alábecsült kis színpad rész. Átvágunk éppen az egész play-ten, most már picit jobban járható a terep. Ops, egy két labda. Na, az utóbbi kb. Egy órában végighallgattuk a VR-os Q&A-t, és lejátszottuk azt a Mortal meccset, amit mondtam a retrón. Hát, alázva nyertem, finoman mondhatom, mert az első kört úgy rúgtam, hogy azt hittem, hogy na én itt most megszívtam, már a kollégám Norbi így egy picit elvérzett. Most próbálunk körülnézni, inkább még egy órát szeretnék maradni, mert utána én még melózom. Ah, végre egy bemesteri viszonynak. Nem tudom, mennyi hallatszik belőlem, szerintem kb. Semennyi. Majd ez vágáskor derül, hogy mennyire lesz ez rossz. Most keresünk valami játékot, a Wii U-n egy Mario Kartot próbáltunk, de ott nagy volt a sor. Most meg az Assassin's Creed Syndicate-et nézzük. És szerintem még egy-kettőt játszunk. Aztán én megyek és valamilyen összefoglalót még nektek rittyentek itt. Aztán mikor megy ki ez a videó, azt viszont már nem tudom. Nyomtam egy kis Assassin's Creed Syndicate-et, és hát maradjunk annyiba, hogy a boxos irányítás nekem soha nem lesz a kedvencem, és kb. Ez a hogyan öljük meg, ölessük meg magunkat 3 perc alatt, és beszaladtam egy olyan csoportba, amik fejlesztés kellett volna a karakterhez. Igazából az irányítási módom az a klasszikus csattintós cigány volt, hogy nyomkodj össze-vissza mindent. Ez általában Mortalba bejön, itt viszont nem jött be. A felskálázott játék nekem továbbra se annyira adja, inkább PC. Kb. 4:60 és kb. Így a playtes vlogom már véget is ért, hiszen nekem sajnos munkába kell mennem, még ma, este is, szóval a két éjszakás műzök egymás után, munkás élet örömei. Emiatt hamarabb eljöttem, hogy kipihensem magam, mert igazából azt a 4 órát, amit most is aludtam, azt sem aludtam úgy minőségien. Plusz még, hát jól éreztem magam igazából az egész rendezvényen, bár nem igazából nekem szánták ezt a rendezvényt, mint tech youtuber. Szóval nem tudom, hogy ez konkrétan most így jó volt-e, vagy igazán nem. Sokat kell sorban állni, kb. Ilyen 80% sorban állás 20 perc igazából tényleges játék, vagy kipróbálás. Ami nagyon megért, az az Oculus Rift. Egy pár gamer PC-t is láttam, én viszont ezekből szerettem volna egy picit többet látni, hiszen gamerek vagyunk, tech őrültek, ott azért csak fel lehetne vonultatni egy pár igen durva alkotást. Meg tudjuk, hogy Magyarországon a modder közösség azért elég erős, hogy veletek kiállításon azért elég jó modderek össze tudnak gyűlni, és gyakorlatilag olyan képeket csinálnak, hogy belebolondul mindenki, mert nagyon-nagyon kreatív emberek vannak Magyarországon. Wii U-t nem tudtam kipróbálni. Legutolsó dolog az Assassin's Creed Syndicate volt, a VR-os előadás, szóval igazából kevés dolgot tudtam kipróbálni és csinálni. A retro Mortal Kombat az nagyon király volt.
És pont ezután megegyeztem éppen kollégám Norbinával, akivel voltunk egy kis rendezvény alatt, hogy na, nagy színpadon, retro mortában menjünk oda, és jöjjön, aminek jönnie kell. Egy picit több időt kellett volna ott töltem nekem is, és lehet, hogy sokkal jobban értékelném ezt a rendezvényt, bár igazából azt hittem, hogy azt kapom, mint amit vlogokon látok, külföldi streamerektől, youtuberektől, hogy na akkor iszonyatos mennyiségű ember, jó, az most is itt is volt, iszonyatos mennyiségű épített PC tartalom, az mondjuk megvolt, jó előadások, csak sajnos nekem rossz időben jött ez egész ki, és sajnos ez így alakult. Most még, hogy a vlogot úgy zárom, mit csinál még a mai nap, eszek, alszok, dolgozok, meg átnézem ezeket az anyagokat, amiket ma forgattam. Ha tetszett az egész vlogos téma, és kíváncsi vagy még ilyen, ha eljutok ilyen rendezvényekre és ilyen hasonló vlogos témára, akkor lájkolj, kommentbe jelezd, hogy tetszett ez. Iratkozz fel a csatornán egyéb tech tartalmakra vágysz, mint ami most jön, amit már bepromóztam, a kis számítógép hűtés, újratervezés, és még adós vagyok egy monitor tesztről, amit ott láttok mögöttem, szóval azt, ha minden jól vagy a hétfői napon, ezt lefogadjuk ezt a kettőt. A Zenith tablettel, amiről az előbbi videó kiment, azzal még vannak tervek, és egy egészen extrém is van. Szóval még az is jön a csatornán, és like, üzenet, dislike, minden, iratkozz fel, kövess Instagramon, Twitteren, mindenhol, mindent megtaláltok a leírásba. Ennyi voltam mára, sziasztok!